Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség nektek. És a olyan jó, hogy ilyen sokan vagyunk. Olyan jó, hogy összefogott megint a város. Az egyház községek. Délután jöttem és megnéztem, hogy hogyan díszítik a sátrakat. Nem virágokkal, vagy nem csak virágokkal díszítették, hanem szeretettel. Egymás iránt. És hát ez az eukarisztiának a titka, misztériuma. Szeretettel vagyunk egymás iránt, mert ezt tanultuk mindannyian Krisztustól. Őt ünnepeljük, és a legdrágább kincsünket megmutatjuk most a városnak. Megmutatjuk most itt mindenkinek, hogy itt van közöttünk Krisztus. Ez a mi legdrágább kincsünk. Ez a hitünk szent titka. Mi ehhez ragaszkodunk, és leborulunk előtte. A négy égtáj felé, a négy sátorban elvisszük, de azt jelképezi, hogy mi magunkkal visszük a világba, mind a négy égtáj felé, akármerre járunk, szívünkben hordozzuk a szeretet forrását. Ezzel az örömmel, ezzel az örvendezéssel kezdjük el mai ünnepi szentmisénket, amely reményeink szerint hagyományteremtő lesz, hogy minden évben el tudunk jönni majd ott pünkös előtt napján, szombaton összejövünk, vagy a Szent Imre téren, vagy valahol máshol, és így úrnapja előtti szombaton is össze tudunk jönni együtt Miskolc és környéke katolikus közösségei. A világ legszebb, legnagyobb templomában állva is Isten színe előtt állunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent.